házi feladatok szükségességéről beszélgetsz az osztálytársaiddal. Azt akarod elmagyarázni, hogy ha házi feladat van, az olyan, mintha a tanár azt mondaná, hogy tanuljatok, ezért elmegy a kedved az egésztől. Hogyan fejezed ezt ki japánul? Ma az igék parancsoló alakjáról tanulunk. A parancsoló alakot parancs kifejezésére használjuk. Mivel rendkívül erős, durva felszólítást fejez ki, a hétköznapi életben csak ritkán használjuk, de előfordulhatnak olyan rendkívüli helyzetek, amik indokoltá tehetik használatukat, ezért érdemes megjegyezni őket. Az első csoport igéinél az ige utolsó u hangzója e-re változik. Kaku. Kake. Írni. Írj. Oyogu. Oyoge. Úszni. Úsz. Hanasu. Hanase. Beszélni. Beszélj. A második csoport igéi esetében az utolsó ru szótag ro-ra változik. Okiru. Okiro. Felkelni. Kelj fel. Neru. Nero. Aludni. Aludj. A harmadik csoport igéi a következőképpen változnak. Kuru. Koi. Jönni. Gyere. Suru. Shiro. Csinálni. Csináld. Nézzünk egy példát. Nigero. Menekülj. Rendkívüli helyzetben, például veszély esetén gyakran hallani ilyen utasítást. Shukudai ga aru to sensei ni benkyou shiro to yuwarete iru you de iya ni natte shimaimasu. Ha házi feladat van, az olyan, mintha a tanár azt mondaná, hogy tanuljatok, ezért elmegy a kedvem az egésztől.